tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az és nyújt be hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt az űrszekerek, a Parallaxis Univerzum Star Trek podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a hiperventilálásos kerekasztal beszélgetésen, amiről, amin a Star Treknek a jelenéről, jövőjéről, meg egy kicsit a múltjáról is fogunk beszélgetni. Úgyhogy szeretném bemutatni a beszélgető társaimat. El, először éles Andrát, szia, Kóbor Trekker. Sziasztok! Német, Német Attillát, aki a nevét, ha máshonnan nem, de biztosan a Star Trek sorozatok végefő címéből ismerhetitek, mint szakértő, vagy fordító, vagy dramaturg. Amíg még volt végefő cím. Igen, így van, így van, így van. de hát én még a múltban élek, tudod. Tehát én újra, újra, újra nézem a, a Voyager epizódjait, mert hát ugye az az igazi Star Trek, vagy hogy mennyire arról majd beszélgetünk fogunk. itt van Kassa Magdolna, akit nem kell bemutatni, mert ugye ő az, akivel fotózkodnak a Star Trek színészek. Tehát az ő előadásából azért az egyértelműen kiderült, hogy nem ő, aki próbál fotózkodni a Star Trek színészekkel, hanem hát konkrétan a Star Trek színészek Magdival. És itt van Farkas Csaba, az Impulzus Podcastnek az alapító műsorvezető szerkesztője. Sziasztok! Itt most uh, hiperventilálni kell, idegesen kell beszélgetni, ez azt jelenti? Nem, nem feltétlenül, nem feltétlenül. Uh, attól függ, hogy uh, mire jutunk egyébként. Milyen jó, hogy én ülök a legvégén oh, vezetékes mikrofonnál, szóval... Uh, Cserélhetünk mikrofont, ha ne, Nem, nem, jó, ez így, köszönöm. Szóval uh, beszélgessünk arról, hogy nektek uh, mi a véleményetek... Uh, kontextusban, a, a ugye mindannyian régi rajongók vagyunk, tehát mindannyian a régi ö, sorozatokat sorozatokon nőttünk fel, és most a régi alatt nyilván a, a toszt és mondjuk a, a 90-es évekbeli klasszikus érát tekintjük, amikor hát gyakorlatilag a csapból is Star Trek folyt, mint Amerikában, később aztán a szerencsére nálunk is a viaszaton, és azért ugye most vannak új sorozatok, nagyon vártuk, nagyon sokáig vártuk, aztán ugye azért az elején a, Discovery egy kicsi csalódást talán okozott nekünk, de hát aztán, hogy megmaradt -e ez a csalódás, vagy fölzárkózott az igazi Star Trek élmény, hát erről fogunk beszélgetni, szóval egy ilyen körkérdéssel kezdjük, hogy nektek mi a, mi a véleményetek az új Star Trek sorozatokról. Hát igazából kicsit vegyes. Én személy szerint én van kettő-három, amit nagyon szeretek, ideértve az animációs filmeket. A Discovery az, igen, az egy ilyen kicsit ilyen vegyes csalamádé, tehát hogy elkezdtek valamit aztán, amivel szerették volna ugye a fiatalokat megfogni, ugye ez a látványvilág, a sok harc. Maradjunk egyébként, hogy nem szeretek semmiről rosszat mondani meg kell látni a jó dolgokat ebbe is. És sikerül meglátnod a jó dolgokat ebben? Igen, tehát hogy az, hogy a technikai megoldások, a látványvilág az tényleg fantasztikus, tehát az, az, kielégíti a, rajongókat. nekem egyedül a mondani valóval, meg a történésekkel, a túl sok vér, a túl sok szex, ez nem egy családi sorozat. tehát, hogy ez, Volt szexi is, én lemaradtam arról. A Klingon szex, nem tartott olyan sokáig, az csak... Jó, hát az első Én évad, de arról beszélünk, még. hogy az első évadban megnézel valamit, és ha az, az most ezt kapod, akkor nem biztos, hogy meg fogod nézni a másodikat. Én nagyon sok, rengeteg rendezvényen nagyon sok olyan rajongóval beszéltem, aki azt mondta, hogy ő belekezdett a Discovery-be és így ott hagyta, mert ezt erre ő nem kíváncsi. És ez a baj, hogy akkor már nem nézi meg a második, harmadik, negyedik, ötödik évadot. Amiben lehet, hogy kap valami mást és itt ezzel van a probléma. Tehát én, én azt mondom, hogy a Discovery az vegyes, a Picardot azt megnéztük, maradjunk ennyibe, én, én részemről, abba is voltak jó dolgok, rosszak is, mindegy, nem akarok erre részt. A két animációs sorozatot én azt nagyon szeretem, valamint a Strange New world személy szerint azt, azt imádom. Hát nem véletlenül vagyok ebben az egyenruhába. Attila? Most akkor csak az új sorozatokat kell írang vagy nem, az összeset, nem, ami nem, volt? hát a kontextusában, hogy te hogy érzed a, a pozitív vagy negatív a változás, halad -e a korral, vagy ez az elsődleges szempont, mit gondolsz? Hát nyilván mindig próbálta, a Star Trek haladni a korral, én annak idején még a klasszikus sorozattal kezdtem, milyen meglepő, de azt is azért csak késéssel, tehát amikor az ment, akkor még én se éltem. Uh, uh, utána ahhoz képest, ha nem is, talán mondani valójában annyira nem lépett előre a TNG, de látványvilágában azért tényleg elég sokat, uh, sokkal többet nyújtott, legalábbis a, a klasszikus sorozatnak az arcfelvarrásáig. Uh, és uh, utána én nagyon szerettem a ds 9 t is, aztán jött egy hullámvölgy a Voyager-rel, valahogy nem tudtunk egymásra találni. A... Tényleg? Nem, az soha. Na, hú, ez nagyon izgalmas. ez nagyon, Egy legnépszerűbb sorozat Magyarországon. <laughs> egy, egy, egy ilyen zárójelet. Félreértés, ne essék, végignéztem azt is. Voltak benne, szerintem majd hogy nem epizódonként, de azért nagyon sok ilyen kedvenc részem, vagy hát olyan, amit én is élveztem. Biztos nem, amikor Paris és J.V. hadnagy, vagy JV kapitány ilyen, Állatokká ilyen csúszó más köszönöm És szépen. És lesz hat utódjuk? Igen. Uh, nem, nem, nem jellemző. Uh, uh, az ilyen, ilyen holófedélzetes uh, bulik azok általában tetszettek ott is. Aztán. A jövőn. Uh, az Enterprise az, az megint csak egy kicsit ugye elment mellettem. Um, nem tudtam hozzá melegedni, ellentétben az új sorozatokkal, amikhez mást se lehet. A Discovery-vel nehéz volt a kezdés, az az első szezon az, az, egy kicsit olyan, olyan hullámzó volt, meg nagyon sok volt a Klingon, tehát csupa ilyen rücskös fejű, akikhez vagy van felirat, vagy nincs, vagy Klingonul van felirat, az volt a legszebb, amikor úgy néztem és, és hát csak lövik egymást halomba, hűvös halomba, hogy a költő mondta. És aztán a második évadban hirtelen ugye föltűnik Pike kapitány, aki valami egészen mást hozott bele az egészbe, és mondom, igen, na, erről kéne szólnia ennek és onnantól kezdve szerettem, meg hát onnantól kezdve azért mégiscsak, amikor Pike elment, utáni kicsit leragadtam vele, és amikor megkerestek, hogy, hogy ugye szinkron készül, meg, és akkor működjek közre én is, na onnantól újra néztem az egészet, és rájöttem, hogy a folytatás is tök jó, tehát hogy kár volt ezt annak idején abba hagyni, bár én a befejezést egy kicsit olyan elsietetnek éreztem, tehát, hogy hú, ezt most be kéne fejezni valahogy, és akkor gyorsan csinálunk egy szezont valami ilyen kincskeresésről, aztán még egy, bocsánat, lehet, hogy itt lelövök. Spoiler, spoiler, semmi gond. És aztán csinálunk egy dupla hosszú utolsó részt, hogy még aztán mindenkit valahogy megpróbáljunk lezárni. Sajnos a Strange New Worlds, meg a, meg a filmek azok nekem kimaradtak azóta is, de, de igyekszem bepótolni őket. Érdemes, Tehát én... érdemes, érdemes. Nagyon. Mindenkinek mondom, nagyon érdemes. És hát kíváncsian várom a továbbiakat is. Hát én, ahogy kijöttek, úgy néztem az új sorozatokat. Nekem a, a Discovery érdekes, ugye valószínűleg azért, mert ugye előre olvastam róla egy csomó mindent, tehát én nekem nem hozott akkora problémát, hogy hogy épül föl, meg hogy nem epizódista, mint hogy a Star az jellemző volt, hogy inkább epizód történeteket mutattak be. Szóval én inkább kíváncsi voltam rá, hogy ez milyen, és úgy néztem meg az első évadot, hogy akkor már kijött az első évad, és így gondoltam, hogy én így majd egybe. És és ez tényleg így volt, hogy nem bírtam abba hagyni, hanem így mindig adtak a végére egy olyan, uh, minek hívják ezt a... Cliffhanger. Á, azt a cliffhanger amitől úgy éreztem, na most még egy... Fükkő még, játszmát. egy <laughs> még, 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 egyet meg kell nézni, meg még egyet. Úgyhogy nekem izgalmas volt, és nem éreztem, én, 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 lorkát imádom. Tehát én, van is egy közös oh. fotóm <laughs> Nem tudom, én szerettem. Én Jó, azt vártam, az hogy, vagy. hogy miért nem hívják vissza valahogy, mert hogy ugye csak a mi az a tükör univerzumos lorkát ismerjük, tehát a másik az csak eltűnt, tehát hogy azt vissza lehetett volna hozni. De hát, hogy direkt is van ez így a történetben, csak aztán mégse hozták, mert pálykávítja a trímet. Trim, Meg hirtelen elkaszálták. Gondolták, most Igen. már kijön a hét év, és hát nem. Igen. nem. Úgyhogy nekem, nekem úgy ez tetszett, meg nekem tetszett az az újítása az egésznek, ami aztán sok rajongónak nem, nem jött be ez, hogy, hogy nem annyira a Star hangvételt ütöttek meg, amit aztán végül is... Én, aztán nekem... mégis. Aztán mégis, igen. Meg aztán mégis csak csináltak egy olyat, hogy, hogy szinte olyan volt, ahogy, mint hogyha így kipipálgatnák, hogy tehát, hogy amit belekötöttek a rajongók, hogy ez nem lehetett így, az nem lehetett úgy azokat, mint hogyha ilyen lista-szerűen így pipálgatták volna végig, hogy akkor ezt helyrehoztuk, ezt is helyrehoztuk, és ezt is helyrehoztuk. Szóval szerintem nekem, nekem az is tetszett, de nyilván a, a, a Strange You az jobban szívem csücske, mert sokkal közelebb áll ez a fajta Star Trek stílus hozzám. Másik az, hogy elfogult vagyok, mert ugye annak a, a sorozatnak így szakértésében részt vettem. Ne, tényleg? Mesélj erről még, Magdi! Igen. Igen, mert ő, hát így a fordító mondta, hogy, hogy segítenék -e neki, mert hogy ő Star még nem fordított, sok stifit meg ilyesmit fordított, tehát ez nem, nem, volt az, hogy csak kellett volna valaki, aki látta az előző 900 részt, és, és, Mondjuk nem, hazik hangzik el benne a görbület, a meg a partikulágyú. A partikulágyú. Szóval, igen, igen. Meg, meg igen. a fézer helyett, ugye? Úgyhogy csak ennyiben segítettem, hogy így legyen ez is benne. Na, ö, szóval visszatérve, ö, nekem a Strange Universe az nagyon tetszik, ö, nagyon jó általát, és nagyon, hát nyilván ugye ö, ezt a ö, Anson a személyisége miatt. A haja. A haja miatt kapta ezt a sorozatot. Ez mindig cikizik a haja miatt, mert ilyen nagyon de van lőve neki mindig a sorozatban, de hát miért ne legyen mindenkinek valami jellegzetessége. Mint egy Lego figura, úgy néz ki pályakapitány egy a, én, én szeretem a, a is. A, néztem a Lauders-ek, vagy ilyen alsó fedélzetek, és a magyarul protostár, de prodicsi nem, 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 is. Nem. Elnézést kérek, Egy, egyáltalán protosztál, értem, hogy a hajót úgy hívják. Kezdődik a hiperventilálás. Igen, Igen, tehát hogy én, 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 föl vagyok háborodva. Tehát én föl vagyok háborodva, hogy ezt protosztálnak, tehát a, a, a címe és protostárnak. Az volt, így nem, ég, nem az, az én felelősségem. Egyébként, bocs Magdi, az animációsoknál nem segítkeztél véletlenül? Mert, ajánlak akkor de hogy segítkezz egy Van egy bődületes nagy hiba az egyik részbe, ugyanis a, a, triblit, azt következetesen... Uh, igen, Tribble. Igen, triple. és így ahányszor kiejtették a baréző pedig elég sokszor kiejtették, olyan volt, hogy pofon vágtak volna. Van rá a rendes Péta. magyar szó, hogy tribül. tribül. De tribül, tribül, Sikerült tribül. kitalálni. Igen. Na és Csaba, te? Már nem pontosan emlékszem Igen. a kérdésre, de talán Igen. tudsz így is, Én sem emlékszem, de így is fog menni. Én mindegyik új sorozatot örömmel nézek meg, és nekem nincsenek ilyen pillanatok, hogy nagyon ideges lennék, vagy azt mondanám, hogy úristen, mi lett a Star Trekből, de az is igaz, hogy akkora a mély nyomot már nem hagy bennem ez az egész, mint annak idején. Annak is köszönhető, hogy szerintem én kamaszkoromban voltam erre a legfogékonyabb, és az ottani TNG élmények azok sokkal nagyobb impaktot hagytak bennem. Most megnézem mindegyiket, nagyon tetszik, nagyon örülök, de másnap már lehet, hogy nem fogok rá olyan nagyon emlékezni, mint mondjuk egy, hogyha egy régi sorozatot újra nézek. Nem csak még eszembe jutott még, még egy mondat, hogy uh, ha már az animációsok szóba kerültek, azért nekem is volt egy kedvenc animációs sorozatom, ez a 72-73-as, <laughs> vagy, vagy mikor, amiben egy kicsit úgy, úgy, up upgrade-elték talán a látványvilágát a, az eredeti sorozatnak, és én azóta is várom, hogy vagy egy mozi. Moziciumben... Ez egy upgrade volt. <gül> <gül> ja, hogy a, 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 a látványvilág, aha. az ahhoz képest, a 60-as évekbelihez képest. Illetve mondom, azóta várom, hogy valamelyik mozifilmbe vagy sorozatba visszatérjen Érex a Navigátor, vagy akár a MRESZ, vagy hogy hívták ezt a, a Tigris csajt. Uh, még hozzá akartam intézni ezt a kérdést, Csabi, hogy jól emlékszem, hogy te a, a TOSZ az nálad a favorit, ugye? Tehát, de, Inkább a TNG, de TNG? a, a TOSZ-t sem vetem meg. Mert hogy nagy a kontraszt, tehát hogy mondjuk a TOSZ meg a TNG képehez képest óriási a kontraszt mondjuk egy Discovery-ben vagy a Strange New Worlds ben Igen. Hát az eredeti sorozatot én a TV3-on láttam, de akkor még nagyon kicsi voltam, és a TNG volt az, ami a kamaszkoromba jött, és az, az hagyott nagyon mély nyomot. A Discovery, az, az hogy jön ide, hogy mi volt a kérdés, hogy a. Nagy a kontraszt, most nem a kérdésre. Igen, na, nagy a kontraszt, valóban, de nagy a kontraszt az Enterprise és a TNG között is, tehát az nem baj szerintem, hogyha egy, egy sorozat egyedi hangot, egyedi stílust valami mást próbál meg prezentálni, abban egyáltalán nem probléma, sőt. Egyébként ö, a, én olvastam korabeli cikkeket, amikor megjelent a TNG, akkor ö, ugyanolyan. Lázadtak a népek. Igen. Lázadtak az emberek, Jó, mert hogy. Igen, pontosan így, tehát, hogy kapott egy csomó kritikát, hogy, hogy hol van a, a jóképű, nem tudom, tesztoszterontól duzzadó kapitány, és akkor kaptunk ide egy ilyen... Egy kaptunk. Egyébként tőle, erre is, nekem az egyik kedvencem ez volt, amikor a sajtótájékoztatón, nem a kérdés volt a kedvencem, hanem a válasz rá, tehát miért még valaki félreért, hogy megkérdezte valaki a... G. Roddenberry-től, meg a, még a TNG-től indította el, hogy, hogy, hogy lehet, hogy a 24. században még hogy egy kopasz kapitány van, hogy a kopasságot nem tudják gyógyítani. És nyilván ez egy ilyen kötözködés volt, és akkor erre G. Roddenberry annyit mondott, hogy de igen, csak akkor már senkit nem érdekel. Viszont, hát most már nehéz rákötni, mert már nagyon eltértünk a témától, de a fanszervizzsel kapcsolatban szerettem volna. De megijedtem, beszélni. mit mondtasz? Jogos, de én nem gondoltam erre. Rossz, aki rosszra gondol, Szóval, hogy is voltak azok a tigris lányok? Szóval, azért az, én, én nagyon szerettem, főleg a Strange New Worlds-et, szerintem megidézi a klasszikus, klasszikus Star Trek hangulatát, viszont. Azért az nagyon észrevehető, hogy a fanservice az elég erőteljesen benne van, még benne van a Discovery utolsó évadjaiban is, de azért a Strange Universe ben és a Prodigy-ben abszolút jelen van. Hát én bevallom őszintén, a picard és a Lower Dex et én még nem láttam, én megvárom a magyar szinkront, és én kitartó vagyok, hiszen hát érdemes volt megvárni. A Discovery is jóval élvezetesebb a bőgő, hallgatni jön, magyarul. Érdemes várni, mi van, ha soha nem jön? Majd megcsináljátok ti. Az eredeti sorozatnak rajongói szinkronja van, de hivatalos az soselet. Úgyhogy nem akarlak elkeseríteni, a de a akkor már tas, tasról. a tasról. Igen, igen. igen. beszélünk. Igen. De a kőgergőik megcsinálják majd ezt is, Jó. reméljük, reméljük. Szóval, hogy nem, nem gondoljátok úgy, hogy nagyon a fanservice akarják eladni de. az új, so... <laughs> 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 új sorozatokat? Kicsi... Ebben nincsen de semmi bebe. új, ha belegondolsz, már tng be is volt fanservice, hát rögtön az első részben visszahozták a Dokit, igaz, egy kicsit öregecskén, aztán még a, ugye Spock. Na meg jó, de ott, bocsáss meg, ott szokás a... volt, mert ugye a, a például a DS9 első részében is benne van a Pikár, tehát ott egy ugye, ugye, egyszerre forogtak átfedésben vannak, a, a Voyager a DS9-ról indul, a Csekotéjük után. a TOS az nem forgott együtt a TNG-vel. Igen. <laughs> Bár, ne, ez se igaz, a teljesen, mert a, a Star Trek 5 bocsáss, az be. akkor forgott, amikor a TNG, és van egy olyan kép, amin a, a, a Star Trek 5 van a Deforest Kelly, és együtt vannak a Patrick stewart aki meg a TNG is egyenruhában, tehát együtt, nem Ugye, tudom, nem cigiztek, de mag, mag, valami mag, ilyesmi. Az, hogy az idő lineáris -e, vagy nem, azt majd egy következő panelben, <laughs> mince Miklós fizikus társaságában megbeszéljük, de egyébként nyilván igazad van, valószínűleg hülyeséget Ez kaptam. a McCoy ez szerintem tényleg egy staféta, mert a TNG-be volt egy olyan policy, hogy ne hozzunk be unos untalan az eredeti sorozatból karaktereket, toposzokat, ez nem sikerült persze az első évadban, elég eredeti sorozatos lett minden, de Gene Roddenberry-nek kifejezetten az volt az elképzelése, hogy álljon meg a önmaga lábán ez a dolog. És olyan értelemben nincs is benne fanszervisz, tehát lehet, hogy a történetek eredeti sorozatosak, még egy kicsit az első évadban, de az abból következett, hogy eredeti sorozatos írók voltak még ott az elején, és kellett egy kis idő, mire megtalálja a saját hangját a, a sorozat. És amikor megtalálta a TNG a saját hangját, na akkor kezdett el jó lenni az egész. Tehát... Amikor meghalt Jim Roddenberry, kb. egyébként. Körülbelül, Körülbelül abban az, az az, az, az Ő Valószínűleg nagyon lefolytotta a, a, Azzal az, az egyetértek, hogy az tényleg sok akció és vér, ami mondjuk a Discovery első évadában benne van, de az, tehát hogy ez, 1980, mikor indult pontosan a TNG, 87. Akkor azért már azok a sztorik, ez a, ez a kicsit űrveszter, eh, diplomáciával megoldunk mindent, mert elsza, és elszakad az ingem, nyilván itt persze eh, Picard kapitánynak nem szakadt el annyit az inge, de... Bezzeg Rykernek. Úgy van. <laughs> um, szóval, hogy... hogy um, tehát nem emlékszem már, mit akartam kérdezni. Azért a megzavart egy, Rikerrel. Hogy a mennyire. Igen, van egyébként, benne. egyébként, azt akartam még mondani, hogy az új sorozatokban, tehát például az animációs sorozatokban is ugye az, az jellemző, hogy Például az alsó fedélzetben ott van, amikor különálló részek vannak, tehát nem futatják tovább a szállat, de a prodigy be ugye egy az egyben az van, hogy, hogy megy tovább egy történet az egész évadon. És uh, például most a második évadban, ugye egy kicsit így spoiler, aki nem látta, hogy uh, a holodokit visszahozták. Aki nem, aki nem látta, az most tekeljen át. <laughs> igen. igen. Ka <laughs> Kapcsolja tovább, uh, hogy ugye visszahozták a holodokit, és engem például. A Barbinek azt, Péter a hangja, jól uh, emlékszem, vagy jól értesültem. Igen. Igen, igen Nagyon igen, jó. Igen. Nem csak a magát, a dokit, hanem a magyar hangot. Igen, a is magyar is hangot viszont... is visszahozták. Uh, Jim Way nem kapta meg a saját hangját de egyébként, aki most nem fogom, nem fog eszembe jutni a magyar hangja, aki, aki szinkronizálja, de ő nagyon jó hozza a Genway karaktert, de nem ezt akartam mondani, nagyon, nagyon meglepő volt nekem, amikor megláttam a holodok itt a kompajtóba, hogy ú, visszahozták ezt a karaktert is, és kilép az ajtón, és azt mondja, hogy, hogy vigyé, a kisrác beszól neki, hogy vigye a csomagét, és mondja, hogy Hát Orvos vagyok, nem hordár, és ez így jó volt így elsőre. Tehát, hogy ez így nagyon jó volt, egy vicces sztori. De mikor a következő három részben, 15 különböző mondatba hangzik el, hogy orvos vagyok, nem ez vagy az, az már egy kicsit sok. Nagyon fura volt egyébként is a Prodigy helyzete, mert ugye a Nickelodeonra készült, a Nickelodeonra készítették ezt a rajzfilmet, tulajdonképpen úgy, hogy végig azon gondolkodtam az első perctől kezdve, hogy ezt vajon egyáltalán érti a poénokat, aki nem látta a Voyager-t, és az a korosztály, akinek egyébként a Nickelodeon eleve szól 13-15 év körüli fiatalok, Egyáltalán mit tudnak kezdeni ezzel a sorozat? Tehát, tehát a service csak azt akarom hogy meg is pecsételte a Prodigy sorsát, hiszen elkasszálták, jó, hogy a második évad elkészült, jó, hogy a második évadot bemutatták egyáltalán. Hát ők szerintem arra gondoltak, hogy azért tesznek bele fanservice-t, mert ugye magától a... Tehát a történet önmagában érthető. Tehát én szerintem... Tehát nem zavaró az, hogy most a Jane benne van már. Aki nem ismeri Jane az t annak csak egy, egy holofigura ott hajón, szóval így. De ahogy hát, ha elkezdi érdekelni a fiatalt, aki elkezdi nézni ezt a sorozatot, mondja a fiatalok a főszereplők, tehát hogy nem tudom, mennyire nézik az itt lévők. Mennyire, megkérdezzük, mennyire nézitek mondjuk, mondjuk a, a, a Ki lett az első év adott legalább. Ismeri jobb. Jó. Ö, aki, aki nem látta, annak mondom, Sok hogy érdemes, érdemes megnézni. Egyébként Nekem egy dolog azért nagyon-nagyon tetszett a Prodigy-be, ugye az alsó fedezet az ugye eleve nagyon jó, mert végre nem a kapitányok életéről szól, tehát hogy az, az nekem nagyon jó, hogy végre látjuk a kulimunkásokat, úgymond, hogy valami újat kaptunk, ez, ez nekem nagyon tetszett, ez magával ragadott prodigy viszont egy momentum volt, hogy tulajdonképpen a gyerekek megalapítják újra a föderációt, mert ugye csomó különböző féle fa, és ugye eleinte még kommunikálni se tudnak egymással, és kell hozzá egy kom, hogy eleve, hogy megértsék egymást, és ez ez nagyon jó volt. És ez az összerázódni, összedolgozni, teljesen különböző karakterek összedolgozása, összefogása, hogy életben maradjanak, ez nagyon jó volt. Szinten... Bocsáss, meg megnéztük helyettetek, hogy nektek már neked de szerintem nézzétek meg, mert én nekem a, a, Prodigy egy kicsit féltem, ugye, hogy gyerekeknek készül, és akkor az mennyire lesz komoly. De hogy annyira komoly a sztoria, hogy engem teljesen beszippantott, és én így, nekem nagyon tetszett. És az mondjuk egész. Prodigy vagy Lower Dex? Én Értem, is, hogy más jellegű. Is, igen, mert a, Lower Dex az kifejezetten egy fanservice sorozat, tehát és humoros. Tehát az egy kifejez, az, abban rengeteg humor van, és rengeteg Igen. poén. Már a rajz stílusa is teljesen más a kettőnek. A Prodigy az azért egy komoly történet, csak fiatalokról szól. Engem a Lower egyáltalán nem fogad meg. Uh -huh. tehát viszont a Prodigy-t szerettem, az uh -huh. az. Hát, Ez mondjuk azért jó, hogy különböző sorozatok készülnek, mindenki megtalálja benne azt, amelyik neki tetszik azt akartam még mondani a prodigyivel kapcsolatban, hogy működhetne akár az, hogy bevonza a miatt a fiatal, tehát hogy mondjuk azt mondja, hogy meg akarom már nézni ki ez a GMV, ez melyik sorozatban volt és elkezdi nézni, mert én arra emlékszem, hogy amikor voltak a, a, az új filmek, és ugye volt benne a Benedict Cumberbatch, mint Kán, aki ugye teljesen más karaktert hozott, mint az eredeti Kán, akkor így együtt néztük az unokogomban, és így mondta, hogy, hogy nem tudom, elkezdtünk róla beszélgetni, és mondtam, hogy van ennek azért egy előzménye, tehát van másik kános rész, tényleg van, nézzük meg. És megnéztük a mozifilmet is, és még megnézte velem az eredeti sorozatból is a kános részt, mert érdekelte a karakter. Háttere. És kiderült, kiderült esetleg, hogy hogyan ismerte föl Kán, csak hovat. Csak <laughs> nem, az soha nem derül ki. Jó, uh, mi, szerintetek, uh, ugye az nyilván egyértelmű, hogy a Star Wars például egy sokkal népszerű franchise, akár itt Magyarországon, de szerintem világszerte egyaránt, mint mondjuk a Star Trek. Uh, ugye itt a magyar vonatkozásban már sokszor, sok műsorban beszélgettünk erről, itt valószínűleg az is az oka, hogy nagyon késő jött be, amíg a Star Wars-t itt bemutatták a TV-be is, moziba is, addig azért a Star trek elég sokat kellett várni. Nem hiszem, ami húsvét hétfőn láttam így még az egyesen. De szóval, hogy nyilván az alkotóknak is szembe kell nézniük különböző nehézségekkel. És ennek a bizonyítékát látjuk, hát tulajdonképpen szerintem a Discovery első évadában, de több más momentumban is. Szerintetek mi az a legfőbb dolog, ami most nyilván lehet közhelyeket pufogtatni, mondjuk a fogyasztói szokások megváltozása, meg minden ilyen, de hogy mit gondoltak, mi az a legnagyobb kihívás, amivel az alkotóknak szembe kell nézniük? Szerintem az, hogy a 60-as, 70-es években Kedvező korszellem volt ennek a Star Treknek, ilyen polgárjogi mozgalmak, űrkutatás fellendülés. Ma egy űrkutatásnak nem nagy a becsülete, hiába van sok ö, ilyen tudományos ismeretterjesztő, nem nagyon lehet elmondani az embereknek, hogy erre pénzt kell költeni, mert azt mondják, hogy ne költsünk erre pénzt, inkább másra költsük a pénzt. Nincs ennek a fajta pozitív szemléletnek szerintem most annyira gyökeres korszelleme, akkor tényleg a fiatalok nézték, vagy a fiatalok is nézték, az a korosztály ült a tévé előtt, aki 10-20 évvel később interjúkban mindig elmondja: űrhajósok, mérnökök, Názánál dolgozók, egyéb nem tudom, nagy tudósok mindig nyilatkozzák, hogy ők a Star Treken nőttek föl. Nem tudom, hogy 10-20 év múlva. Fog-e ilyet nyilatkozni valaki, mondjuk a Discovery-ről, vagy a Strange New Worlds-ről? És, és ez nem a sorozatoknak a hibája, hanem egész egyszerűen nincsen most olyan korszellem, ami elvinné így hullámként a, a hátán ezt a Star trek -et. Viszont én olyan szempontból optimista vagyok, hogy jön ez a Starfleet Academy nevű sorozat, és ott az Alex Kurtzman kivételesen nyilatkozott egy nagyon jót, mert megkérdezték tőle, hogy miért a 31. századba helyezte ezt az egész settinget, amikor olyan jó a 24. századi Starfleet Akadémis közeg, mert ott van a Boothby, meg minden, tehát azt, ahol az nőtt a rajongóknak a szívéhez, az a korszak. És akkor azt mondta, hogy azért, mert a, ez a Discovery-ben bemutatott időszak, ez egy bizonytalan helyzet, tehát egy ilyen, nem tudom, posztapokaliptikus setting van, és ott ez hasonló a mai fiataloknak a helyzetéhez, hogy a mai fiatalok nem tudják, hogy milyen lesz a jövő, és nekik kell majd kitalálniuk, hogy hogyan formálják az ő életüket, ez hasonlóan fog alakulni. Tehát ha sikerül, tényleg egy ilyen 10-20 éves színészek is lesznek ott szerintem, és hogyha nekik a mai 10-20 éves színészeknek a kínját baját sikerül a képernyőre vinni, akkor szerintem az egy. Tök jó megoldás lehet a Star Trek számára, hogy ilyen módon hasson a, a fiatalokra, és, és legyen, mert a Prodigy-vel tényleg az volt a baj, én egy emberkísérletet elvégeztem magamon, hogy magán a Nickelodeonon néztem meg, mert Magyarországon is úgy jött, és nem illett bele a, a, azokba a rajzfilmek abba a kínálatba, és ezt nem elítélőleg mondom, mert én is az ilyen rokkon, meg ilyen hülyeségeken nőttem fel. két család között azért... Uh, nem. Igen. Ez komolyabb ez egy, ez a rajzfilm azért. Uh, Megöltem csak... a sót. <laughs> nem, nem egyetértünk. Nem, nem, nem nem Köszönöm, hogy eljöttél, Csaba. Egyébként így arra, az jutott eszembe, hogy a, annak idején ugye mindig azt mondtuk, hogy a Star Trek, az eredeti sorozatok, a Next Generation, a Voyager, ezek mindig azt mondták, hogy csapatmunkára, emberségre, toleranciára, elfogadásra, ilyenekre tanította úgymond a fiatalokat. És a mostani fiatalok azok meg fúra kapják az impulzusokat, mindenféle ilyen TikTok, meg hasonló, és nem fogékonyak ilyesmire. Tehát hamarabb megnéz egy 20 másodperces videót, ahol felbukik két gyerek, meg leesik három macska, mint az, hogy leüljön egy 20 perces sorozatra megnézni, amit, amitől kap értéket. Tehát, hogy igazából a Star Trek helyzete ebből a szempontból borzasztóan nehéz. És én azt mondom, hogy talán az egyetlen, amivel úgymond meg tudják fogni a fiatalokat, az tényleg a látványvilág. Mert, mint mondom, mi rengeteg rendezvényen vagyunk, ugye több tízezer emberrel beszélünk. És én mindig azt hallgatom a fiataloktól, hogy a látvány az egyetlen, amiért mennek, És persze, hogy ha látvány, akkor már kell űrcsata, kell egy kis akció, mert nekik nem elég az, hogy elmagyarázom azt, hogy én most azért hívlak be a szobába, hogy ne alázzalak meg a többiek előtt. Ezt nem fogják megérteni. És szép apródonként kell csöpögtetni nekik az ilyen információkat, és viszont ez a Discovery-be ütközött ki számomra legjobban, hogy eleinte tényleg ott ordibáltak egymás előtt, ahogy a mai világban csinálják az emberek, és későbbiekben az sorozat vége felé már azt mondják, hogy gyere az irodába, beszéljük meg. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott is volt, végigment ez a fejlődés. És talán ebből a szempontból, ö, 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 e, ö, azért mondom, vannak a discovery is jó dolgok, hogy ott is kaptunk egy ilyet ö, fejlődést. De mondom, a Star Trek helyzet az most borzasztóan nehéz. Szerintetek mi lehet, mi lehet, a megoldás? Tehát azért sok próbálkozást láttunk, ide helyezett történetek, oda helyezett történetek. Ugye kaptunk egy új kapitányt Pike személyében, aki egy régi új kapitány, de tehát eddig azért inkább ugye azok voltak a próbálkozások, hogy bevezetnek egy új kapitányt. A TOSZ után bevezették Picard, Picard után a cisco, -t, cisco -t, a Cisco után Janeway-t és, és így tovább Archer. Szóval, hogy Erről, erről esetleg. Ez a megoldás, ez azt jelenti, hogy még the Star Trek great again, vagy hogy jönnek az Mert választások. szerintem na, kell ilyen nekünk, mert igazából ez egy szubkultúra, és most már én úgy érzem, ez így fog maradni, és hogy ez nem jó nekünk, így vagy. Igen, de, de kérdés, ha... hogy mennyire szubkultúra, mert hogy Magyarországon szubkultúra. Igen, csak ugye az, azt a részét nézzük, hogy üzleti, tehát nyilván akkor lesz Star Trek film vagy sorozat, ha az üzletileg megéri. Tehát, hogy a, a, egyébként egyetértek ezzel a szubkultúráról vonatkozó megjegyzésed, de csak hogy ez pont a hátrány, tehát, hogy hogyha nagyon egy ilyen belterjessé válik a Star Trek rajongás, meg nagyon ilyen kis közösségi relatíve kis közösségé válik, akkor nyilván üzletileg nem lesz. Jó, szerintem a Strange New Worlds az megoldás, az annyira Excelbe van kiszámolva, amennyire csak lehet. Tehát ott Enterprise van, jó a haja a kapitánynak, <laughs> a, annak az alap koncepciója az olyan, hogy minél több embert akar megszólítani, szerintem ez, ez a megoldás. Ráadásul a, Strange New Worlds hozza azt, amit az eredeti sorozat is hozott, hogy már kísérletezni stílusokkal, és ugye megcsináltak az egyetlen olyan részt, ami musical, és úgy csinálták meg, hogy létjogosultsága van annak, hogy musicalbe ültették, hát nem, nem csak azért, hogy, így, hogy valaki ezt álmodja, vagy nem tudom, tehát hogy, hanem raktak hozzá egy jó sztorit és hogy, hogy, már kísérletezni, és az eredeti sorozatra volt ez annyira jellemző, hogy akár stílust váltott egyik epizódról a másikra. Sőt, ha már ezt szóba hoztad, akkor azért, ha bár ennyire nem extravagáns, de azért, amikor a Loverdex két szereplője megjelenik a, a segítsetek ki, mert sosem tudom annak... Boimer és a Mariner. De annak a nagy Tusznak a nevét. A Guardian of the Forever. Ör, a az az Örökkévalóság Szóval, az. szóval azért az, is, az is egyfajta merészség volt, egyfajta, ugye áthozta azt a hangulatot, ami egyébként megvan azt a New ben is, de azért nyilván a Lower -re jellemző. Szóval az is azért egy ilyen. Hát szerintem nem nézték sokan a Lower Dex et már, és ez egy ilyen keresztpromóciós célzatú is volt. Ennek ellenére nem volt rossz ez a dolog, de én látok benne egy ilyet, mert ugye a következő évben már el is kaszálták a, a rajzfilmet. Igazából, ahol, amit itt össze lehet vetni szerintem, az a Discovery és a Strange New Worlds. Ugye a Discovery az első pillanattól kezdve amennyire lehetett el akart rugaszkodni a régi trackektől, úgyhogy mégis valamilyen szinten azt másolta, de valahogy egészen új nézőpontból, egészen új, új látványvilággal mutatta be. Míg, míg a Strange New World szerintem az alap legalábbis, amire építkezik, az egy ilyen tökéletes nosztalgia sorozat. Hogy aztán onnan hova megy tovább, az már rajtuk múlik, persze. Az is kérdés, hogy kinek szól egyébként. Tehát, hogy akarnak-e új rajongókat bevonzani, vagy, vagy ki akarják szolgálni azokat a rajongókat, akik egyébként is néznék. Mert Nem, hát is sokan de de igen, tehát hogy a Strange New Worlds az a Star Trek nézőknek készült, míg a, míg a Discovery az inkább mondjuk az, hogy a Star Wars nézőknek készült. Legalábbis az eleje, aztán utána Nem, már az is. Később is van egy rész, amikor konkrétan így néztük a csatát, és így azt mondtuk, hogy jé, ez most Star Wars? Tehát, hogy így olyan volt, mint egy Star Wars új csatát néztünk volna. Na, bocs, hogy így a szabadba vágtam. Egy, egyébként ugye a, a, Star Trek az mindig törekedett arra, hogy az aktuális helyzeteket dolgozza fel. Tehát hogy a régi sorozatok azok mindig az aktuális politikai, emberi helyzeteket próbálta megjeleníteni a sorozat folyamán. Én azt mondom, hogy ez viszont most a Strange New World-be azért nem nagyon tűnik ki, inkább tényleg az, hogy a régi eszméket próbálja elmondani. Viszont én a Strange New World-be egy dolgot azért nagyon becsülök, hogy ott is volt egy olyan rész, amikor, nem ezek, nézzétek meg, volt egy olyan rész, amikor három napig gondolkodtam, hogy ezt, ezt nem lehetett volna máshogy megoldani. Nem tudom, hogy amikor a kisgyermek megmentése volt a kérdés. Hát az azért volt úgy megcsinálva, hogy három napig gondolkodj. Igen, igen, és én ezt, ennek nagyon örülök, mert utoljára ilyen érzésem volt, ilyen érzésem akkor volt, amikor az orville az első évadát néztem, nem tudom, nézte itt valaki az Orville sorozatot? Oké, okay. jó, oké, okay. na. Többen nézik, <laughs> prodízi... nézik, mint a Star trek Star trek okay. Orville. Jó, oké. Okay. Ilyen panelt Igen, egyébként örökbefogató, azt, azt szoktuk mondani az Orville-re, hogy Star Trek nagy mosollyal, és uh, egyébként erről is, ha már Star Trek, és hogy mi a megoldás. Az Orville az egy fél megoldás volt, én azt mondom, ugyanis nagyon sokan voltak, akik azt mondták, hogy megnézték az Orville-t, és belenéztek a Star Trek-be utána. Tehát ez egy ilyen de annyian Határ. már nem voltak, hogy ne kerüljön a kasza szélére a sorozat elnézést. <laughs> teljesen igazad van. Ti viszont... is a, a, <laughs> nem, oké. <okay. gül> jó, oké. Okay. Na jó, de ha megvan, tehát, hogyha megvan a recept a Strange New world szel amihez feltételezem kell mondjuk uh, Pike személye, illetve szerintem Anson Mount is, szóval eléggé jól játsz a, a, igen, igen. A, ezt a karaktert, abszolút ráöntötték volna, akkor mi lesz ezután? Nem tudom, hogy megvan-e a recept, mert a Discovery-nél én azt vettem észre, hogy az emberek az első évadot megnézték, kíváncsiak voltak rá, és még megnézték a másodikat is, ott nyílt viszonylag egy tiszta lap. A harmadikat már nem nézték meg, mert elment a Pike, nem voltak rá kíváncsiak, és szerintem a Strange New Worlds-nél is egy vízválasztó lesz ez a harmadik évad. Elsőt megnéztük ilyen, másodikat is megnéztük még ilyenem. Most ki fog derülni, hogy az emberek továbbra is kíváncsiak. És kérem. hogy tudnak-e még ilyet adni az embereknek? Mert ugye nagyon sokszor az a, az a baj, hogy a harmadik, negyedik, sokadik évadnál kifulladnak a, a történetek, és egyébként, bocsánat, egy, egy megjegyzés még az orville hogy az Orville az ö, most kaszaszélén van, ugye, mert azt tudjuk, hogy lesz-e folytatás, vagy nem, de hogy az eredetileg egy évadnak készült, és csak a rajongók miatt lett több. Tehát, hogy azt igazából az csak egy, egy e És Ráadásul nem fullad ki? Tehát, hogyha a sztorikat nézzük, a abszolút nem fulladt ki a sorozat, sőt, meddig megújult. Tehát az első évadot vitték ilyen kicsit ilyen bődebb humorral, a második évadot ö, azt egy, egy ilyen, ilyen huszárvágással átvitték komoly sorozatba, de jól, tehát hogy így nem abszolút, én legalábbis nekem nem okozott ez problémát, hogy hirtelen egyszer óra, csak úgy, hogy van. stílust váltottak. És a harmadik évad az meg már olyan volt, mintha nekem mindegyik rész, mint egy, egy, mozifilmet néznék. Tehát olyan szinten meg egy -egy, volt minden rendezve, hogy én azért... nem értem, hogy hogy lehetett így elkaszálni egy sorozatot, vagy, a... fél, vagy, hát félig meddig. Hát hogy... azért, azt, azért azt ebben a kontextusban azért azt említsük meg, hogy tök más nézni országos tévén, Amerikában van egy sorozatot, aminek mondjuk jó helye van. Ugye, én mindig el szoktam ezzel kapcsolatban mondani, itt, hogy az agymenők már hosszú évek óta futott a Kúlon és az RTL-en, mire megtalálták a magyar nézők, mire a helyére került a Comedy Centrálon. És ott aztán agymenők folyt, a csapból is talán még ma is agymenők folyik, Igen. szóval hogy, hogy jó helyre került. Tehát hogy ez egy, ez egy nagy, nagy titok. Igen. Ugye az Orville esetében a harmadik évadnál azért lehetett messzerű, mert streamingre készült, nyilván más anyagi, Körülmények Meg között más elvállás. Adtak időt neki, igen, hogy megcsinálja. pont mondani, igen. hogy ugye ő úgy is írta alá a szerződést, a SZET, hogy nem 40 perces részeket. Valóan. Már han... neked, -e csak SZET. Csak set. Okay, igen. <laughs> Ezen azért észrevettük. Észre jó, 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 lebuktam, csak a férjemnek nem mondjátok el. <laughs> szóval, hogy úgy írta alá a szerződést, hogy nem 40 perces, meg 30 perces részeket, hanem ő kikövetelte az egy órát, hogy azt mondta, hogy ki tudja fejteni a mondani valót, és ez nagyon sokat számít. De egyébként, a, bocsi, a, a hogy mondtad ezt, hogy megfelelő van megye, hogy például az eredeti sorozatnál is ez problémát jelentett, amikor először vetítették, akkor nagyon rossz idősávba rakták, és ö, úgy emlékszem, hogy péntek este ilyen fél tíz körül adták, és a fiatalokat meg célozták meg vele, és pont ők nem nézték ebben az időságban a filmeket, és ezért egy csomó úgy ítélték meg, hogy nem, nem sikeres a sorozat. És ezért történt az, hogy ez a 60-as években volt, és a 70-es években kezdett felívelni a sorozat, amikor már lezárták, amikor már elkaszálták az egészet, és akkor kezdtek el ö, találkozókat tartani, és akkor hívták meg a színészeket, akik csodálkoztak, hogy miért hívják meg őket egy olyan sorozatnak a, a rajongói, amik, amik már elkaszáltak, ami már nincs azt kellett volna, hogy egyébként ezeket a beszélgetésekre úgy kellett volna fölkészülnünk, mint szervezők, hogy amikor elhangzik a kasza, vagy a kasszállás szó, akkor itt megjelenik egy kassa magdi fej, és akkor egyre, 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 egyre több. Mindig lelkismeret futásom, amikor kaszálnak egy sorozatot, pedig nem ételtek. teltek. szépen. Még Orville fogjuk látni. Csinálunk egy ilyen büntetőt. Igen, magdi, szépen, Magdi, Kör, kassa szépen. Uh, Szóvicekért legyen... szóvi, szóvi ezer forint. Inkább De legyen kasza siker. Itt suga a férjed nekem a háttérből. Uh, lassan a végéhez érve a beszélgetésnek, nyilván mivel én könnyű helyzetben vagyok moderátorként, csak titeket kell beszéltetnem, kérlek beszéljetek arról, így összefoglalva, hogy mit gondoltok, merre tart a Star Trek, ami a mai beszélgetésünknek is a tárgya, uh, uh, kibírja esetleg a Strange New Worlds mondjuk 7 évadig, és sikeres lesz? Köszönjük csak. Szóval, szóval, hogy hogy ámlok, mi a véleményetek ilyen záró gondolatokként? Kezdjem én. Akkor nem lesz idő a többieknek. Nem igazából a Strange New World, de egyetértek, hogy nem nem fog 7 évadot megélni. Tehát, hogy nincsenek azok a kitartóra jongók, sajnos, és főleg a fiatalok körül nincs. Közül nincs, akik, végig végigülnek 7, 8, 10, 15 évadot, ez, ez sajnos már nem jellemző. Talán azt mondom, hogy talán az 5 évadot még megéli, de akkor nagyon optimista voltam, hogy merre tart a Star Trek. Hát én azt látom, hogy próbálkoznak. Tehát, hogy tudják, hogy van ebbe pénz, tudják, hogy van rajongói közösség, próbálják a fiatalokat megfogni. Én nagyon hiányolom, hogy nem készült el az úgymond a, a, a legújabb mozifilm, ami ugye a Chris Pine és a Crims Hemsworth pénztügyi háborúján múlik, hogy ez, ez még mindig nem készült el. E, igazából, ha kapnánk egy új mozifilmet, akkor lehet, hogy megint kicsit fellendülne ez a, ez a dolog, mert egy mozit, akár letöltve is, mert ugye tudjuk, hogy a fiatalok már moziba sem mennek, hanem inkább letöltik otthon, tehát egy új mozifilm lehet, hogy kapna egy kis új lendületet. Meg hát a jobb a hype, ha jön egy mozifilm, akkor azért igen, azt igen, igen, tehát, mondom, Nagyon sokan azt mondják, hogy hamarabb megnéznek egy mozifilmet, mert ott kapnak egy kis akciót, látványt, sorozatot nem biztos, hogy meg, Meg hát a mondjuk egy filmet, mondjuk másfél-két óra, még egy Igen. sorozatot azért az ember néz sok órán keresztül. Hát mondjuk letöltve, vagy ilyen streaming csatornákon nézik, de de a fiatalok erre nem hiszem, hogy áldoznak öt évet vagy hatot. Tehát, hogy ez nem, nem, nem jellemző mostanában. Ne, én mondtam, nehéz helyzetben van a Star Trek. Hát elsősorban a, a, a mozisorozat az van nagy bajban szerintem, hogyha megnézzük a, a régi szereplőkkel, tehát a Körk és társai, az első 12 évben készült hat mozifilm. Itt eltelt most már mennyi? 15 év, talán az első új Star Trek film óta ezzel a legénységgel, és elkészült három, És azért annak se volt egyértelműen pozitív a fogadtatása. Uh, úgyhogy, és hát most ugye mennek ezek a pénzügyi háborúskodások, amiről itt hallottunk, tehát a jó ég tudja, hogy mikor készül el, meg hát a lehető legvadabb ötleteket dobják be, hogy most akkor talán Tino csinál Star Trek filmet, vagy klingonok, vagy gengszterek, vagy kik lesznek benne. Uh, uh, ami a tévét illeti, ott meg egy kicsit talán ugye vigyázó szemünket a Star Warsra vessük, tehát a Star Trek is kezd talán egy ilyen kis ilyen szaturációt elérni a, a TV műsorok terén, mert egyre újabb sorozatok jelennek meg. Jó tudom, véget is érnek a régebbi, de azért azok elérhetők továbbra is, tehát ott azok úgy léteznek. Uh, és hát uh, a Star Warsnál is ez a, ez, a, ez a diminishing returns, ez már úgy, úgy beütött egy kicsit abbal, hogy, hogy a következő sorozatot már nem annyian nézik, már nem lelkesednek annyian. Tehát lehet, hogy megint egy kis ilyen szünet kéne, hogy az emberek levegőhöz jussanak, és azt mondják, hogy Star trek akarunk nézni. Én ezzel azért annyira nem értek egyet. Nekem nagyon rossz volt az az időszak, mikor nem volt. És és szerintem nagyon sok rajongónak, mert hogy abban az időszakban született rengeteg rajongói sorozat. Amit aztán persze, amikor a, a, visszavették a, a gyártását a, a Star Trek sorozatoknak, akkor nagyon gyorsan elkaszálták a, a rajongókat. Az ezerest kérte? Nem. Csak ilyen Szóval, hogy, hogy szerintem most elég jó helyzetben vagyunk ahhoz képest, hogy, hogy nagyon sok sorozat fut, és azért látszik a, a próbálkozás a stúdió részéről is, hogy, hogy mindig akarnak valami újítást belevinni, mindig próbálnak valami újat. Tehát, hogy nem, nem, nem adják föl, és lehet, hogy tényleg van benne pénz, biztos van benne pénz. Nem ne, nekem a legújabb, amit hallottam, az az volt, hogy lehet, hogy csinálnak egy mozifilmet a Pikárnak a szereplőivel, tehát uh -huh. akkor visszatér az új nemzedék, ami most már ne. Egy kicsit öreg. A ne. vén nemzedék. Én azt nem szeretném megnézni. És ez lesz a cím, hogy nem vénnek való vidék. E, megint az ez a világ. Az Hát... Szerintem nem. Biztos, hogy kaszasi kell lesz. Igen, 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 igen. A, a pikás sorozat egyébként ne, nekem például bejött, most itt otthon arról nem is annyit beszéltünk, de például nekem az, az, az tetszett, hogy a pikás sorozatnak a második évada az nagyon sokat utalt, azt Trek négy mozifilmre, amit egyébként nem sokára le lesz vetítve a teremben, ezt csak egy mellékesen megjegyzem. Adja magát, De, mivel időutazásról volt Igen, ott is igen, szó. igen, igen. De vannak benne konkrét utalások is a Star Trek De nem is ezt akartam mondani, nem, hogy, hogy, ott is ezt próbálták meg, hogy, hogy valahogy vinni bele egy olyat, ami, amivel a rajongókat kiszolgál, és nem csak a fanservice, hanem az, hogy valami újítást belevinni, hogy egy egész évadot áttesznek a múltba, és akkor legyen arról szó. Tehát én mindig érzem azt, hogy, hogy valamit akarnak még hozzátenni, és hogy, hogy az, hogy új rajongókat -e, tudnak-e bevonzani, hát most például, a, ahogy tartottam az előadást reggel, és kimentem, és oda hozzám, fiatalok. Fotózkodni. Nem, fotózkodni. Terra a te nem a Star trek a nem, 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 nem. Csak az, hogy hallották az előadást, és megkérdezték tőlem, hogy mi, milyen, mit, mit tudnék nekik ajánlani, ha Star akarnának nézni. És és ez egyébként nagyon szívet volt, hogy van, emiatt elkezdi nézni, és mondtam nekik, hogy hát így gondolkodtam, hogy mit ajánljak, és pont ezért, mert hogy beszélgetünk erről most is, hogy a mozifilmek mennyire jók voltak, tehát hogy mennyire jó volt ez a 2009 és amit egyébként akkoriban volt, aki szidott, mert hogy a G.G. Abrams teljesen így áll. Hát azért megszépítette az időt, megszépítette az időt. Megszépített mint az, idő, az igen. Enterprise Mint szóval... ahogy egyébként a Star Trekben jellemző is, hogy mindig a legújabb az, ami nem kedvelnek annyira a rajongók, és amikor jön a következő, amit nem nem kedvelnek annyira, akkor az előző nem kedvelt, az így mindjárt egy picit följebb jön. Tehát, hogy mindig a szokatlan az, ami nem annyira tetszik. De hogy szóval, hogy az, az, nagyon sok embert vonzott, és nagyon sokan megnézték. Azok is, akik egyáltalán nem tudtak semmit a sztátekről. Egyrészt azért, mert uh, moziban volt, másrészt azért, mert népszerű ő, színészeket tettek bele, már nem tudom annyira, akkoriban mennyire volt híres már a Chris Pine, nem tudom. De valószínűleg... Ezzel lett híres. Ezzel nem, Fogalma. mindegy. Az a lényeg, Szenen. hogy Te nagyon, jó szeretők, nagyon jó szereplőket válogattak bele, nagyon ö, eltalálták, de én szerintem egyébként a mozifilmeket nem csak ez ölte meg, hanem Anton Jáncsi halála is megölte. Tehát, hogy azért az... Minek a halála, bocsánat? A Csekovnak. Csakóv? Nem hallottam. Anton Jáncsi. Ja, Anton Jáncs. Jánton, bocsánat. hogy bocsánat, hogy, azért az váratlan volt, hogy egy, egy nagyon fiatal szereplőt, és hogy nyilván ezt nehezen pótolják, vagy nehezen mondják azt, hogy Hát akkor most játsz a más, nem, vagy kihagyják a karakterét? Amikor még az volt, hogy akkor végül készül valami, akkor ott volt egy ilyen dél, hogy, hogy tehát nem, nem el mással, hanem... Békén hagyják a karaktert. Valószínűleg Vagy meghalt volna abban is. Vagy, vagy elment volna az akadémiára tanítani, mint a TASZ sorozatban, mert no, tudja, ugye ott elhangzik, hogy azért nincs a hídom, mert az akadémián tanít. Ó, oh, nagyon jó. Na, tehát, hogy, hogy azért ilyenek megütköztek, nem... És Elmondják, akkor... hogy rátolatott az űrhajója. <laughs> Jaj. És, és hogy amikor így felteszik ezt a kérdést, akkor nagyon nehéz rá válaszolni, és, és amikor mondtam, hogy ezeket a mozifilmeket, akkor mondták, hogy azokat látták. Tehát, hogy mi az, amit egyébként egy fiatalnak tudnék ajánlani? Egyébként a Strange New world ajánlotta. ajánlottam. meglepő. Igen, tehát, hogy, hogy az most egy, tényleg egy ilyen favorit, amit így amit így lehet ajánlani másoknak is. És ráadásul úgy, hogy hozza a Star a stílusát, hozza a felépítését, a, a, karaktereit, és közben meg mégsem az a helyzet, hogy mondjuk meg kell nézned előtte 900 részt, hogy értsél bármit is ebből a sorozatból. Tehát ad egy fanservice-t is, és közben ad egy újdonságot is. Szerintem ez, az, ez a jövője. Az, hogy most ez meg fog-e élni 7 évadot, az most nem azon múlik, hogy mennyire lesz hír, vagy nem is az, hogy híres, hanem mennyire lesz népszerű, hanem azon, hogy ma már nem ezt a világot éljük, amikor a lejúsz a tévé elé, és vég, nézed a hét év Na Jó, de, de streamingen filmeket. is lehet valami nézni. A streamingen se, tehát szerintem az emberek nem ennyire kitartóak, hogy most ennyi évadot végignézzenek. Hát főleg azért, mert ugye azért streamingen főleg jellemző, hogy januárban megjelenik az egy, egyik évad, és következő év decemberben jelenik meg a második évad. Arra sem emlékszem, hogy néztem a sorozatot. Igen, igen. Csaba? Most gyorsan megpróbáltam végig gondolni, milyen sorozatok jönnek. Jön ezzel a Starfleet Academy, akkor lesz egy komédia sorozat, nem sokat tudunk róla, csak ilyen office-szerű valami. És ilyen szit, klasszikus sitcom Star Trek világban, az érdekes Kíváncsi viselet. leszek. És lesz egy Section 31 valamikor a közeljövőben. Az, az film az egy lesz film. végül, Na, igen. Arra is kíváncsi leszek, mert ebben a formátumban lehet, hogy érzik, hogy ebben még lehet próbálkozni, hát hogyha sikeres lesz, és akkor ilyen kis filmeket hát kis filmeket. Úgyhogy nem mozifilm, de nem is sorozat, tehát ilyen streaming léptékű dolgot megpróbálnak. Amit én még szeretnék, ez már az én vágyámom, hogy legyen a DS9-ból és a Voyager-ből remaster. Szerintem nagyon égő az, hogy van egy, nem tudom, Alex Kurtzman, aki hangsúlyozza, hogy van egy örökség, Star Trek, és nézhetetlen a sorozatuk. Mint a múmia film, amit csinált. Igen. Körülbelül. Azt nem láttam, de biztos jó hasonlat. Tehát nem is azért mondom, hogy én hiperventiláljak, meg hogy én hőbörgök, meg én miattam kell megcsinálni, hanem azok az e szakemberek, akik a maszkokat csinálták, a díszleteket, a nem tudom, a Michael minden, ami ott van abban a sorozatban, az gyakorlatilag a kukába van most. Tehát nem lehet egyszerűen részleteiben ezt a két sorozatot megtekinteni. Nem tudom pénzügyileg, hogyha lehetne azért erre építeni, a Babylon 5-nek is volt egy ilyen jó izéja a Maxell, hogy ott megjelent streamingen. Szerintem ez is egy út, hogy, hogy ápoljuk az örökségét a Star Treknek. Igen, meg hát hogy nem lehet csinálni mondjuk, mint a magyar piacon, hogy hú, nagy hang a Sky Showtime, fönn van minden, magyar szinkron, nézem másnapra már törlik a felét. Aztán harmadnap megint ott van egy része. Szóval azért nyilván ez, ez követhetetlenné teszi azoknak, akik mondjuk nem a Paramount Plus területén élnek, és nem azt érik el. De még nekik se olyan jó, mert a tíz mozifilm az mindig lekerül a Paramount Plusról az USA-ban is, és aztán Igen, talán ezt kéne először rendben rakni ezeket a dolgokat a Paramount házatáján, ami egyébként 5-10 éve húzódik, mert mindig van egy ígéret, hogy na most akkor nem szétszedjük, összerakjuk, CBS Studio, Paramount Global, tehát mindig, mindig van valami ígéret, aztán hosszú évek alatt most nem is volt valami semmi. mörcsölődés itt az üzleti hírekbe, és megígérték, hogy a Star Trek, ha valami, az aztán rendben lesz szedve, úgyhogy. Igen, köszönjük, Alex. Szóval nektek is köszönöm ezt a beszélgetést, de még egy, még egy utolsó, utolsó gondolatot engedjetek meg, mert ugye mit, tehát az egyszerű Star Trek rajongó. Itt például a hungarokonon, például egyébként átmehet a 323-as terembe, azt hiszem, és ott tribliket simogathat, vagy ilyen... Klingon csemegé tehet, és nézegethet űrhajókat, fegyversimogatónk is van. És a kis festés, arcfestés. Igen, arcfestés. Csekkotéjá válhattok, Öm, vagy trill esetleg, vagy esetleg rájszai, ha valaki nagyon szeretne nyaraló bolygóra A, a menni. is hülyén mondták valamelyik új szinkronba. Rissa. Rissa, igen. Rissa, igen. <laughs> Ugyhogy, is van értelme. Úgyhogy, is ezt is tehetitek, vagy például meghallgathatjátok majd mindjárt a beszélgetést Vince Miklóssal, meg velünk Magdival, mert itt Magdi az állandó szereplő, az egész hungarokon csak azért van, hogy Magdi Magdikon Magdikon hívja. így van, így van, Jövőre szóval már úgy beszélgetünk majd a Star Trek fizikájáról, aztán aztán, ahogy Magdi mondta, levetítjük a filmbuk jóvoltából a Star Trek 4, a Hazatérés bálnás filmet, és lesz még Star Trek víz is, és aki esetleg majd offline-online szeretne Star Trek-et hallgatni, az megteheti az Impulzus Podcast részében, amiben ugye kibeszélítek tulajdonképpen a sorozatokat szép sor, sorjában. Hol tartotok egyébként? A TNG hatodik évadának az elején ott, amikor holnap azt lehet majd meghallgatni, amikor a Barclay a transporterben ilyen kukacokat lát. nagyon jó rész. Fantasztikus. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Épresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.